A függőség ott kezdődik, ha egy szer, az alkohol, a drog kizárólagossá válik az ember életében. A szerhasználók mintegy 10%-a válik függővé. A függőséget ma gyógyíthatatlan betegségnek tartják. A felépülésre van lehetőség, addig azonban fájdalmas út vezet. Veszteségek, fájdalmak, szenvedések sorát kell megélni általában egy függőnek ahhoz, hogy segítséget kérjen és a kilábalás irányába elmozduljon. Az adott személy nélkül nincs felépülés, tehát neki aktívan ebben részt kell vennie ahhoz, hogy ez sikeres legyen. A környezeti nyomás az szükséges, de nem elégséges feltétele a kihozanodásnak. A függőségben szenvedők lelki egészségét segítő program valós igényekre épült. A szakemberek igyekeztek megválaszolni azokat a kérdéseket, amelyek a hozzátartozókat gyötrik. A hozzátartozók szeretnének segíteni, azonban nem tudják hogyan. Ebben az esetben szaktudásra van szükség. Föl kell vértezni a családtagokat ezzel a tudással, hogy hatékonyan tudjanak segíteni, és hogy a saját életüket tudják minőségesebben élni. Szeretnénk majd továbbfejlődni egy ilyen önsegítő csoporttá, egy zárt csoporttá, amely több alkalommal találkozik és segíti egymást. A program során a résztvevőknek lehetőségük nyílt addiktológiai szakemberekkel folytatott egyéni konzultációra. Továbbá egy sorstörténet bemutatása is példaként szolgálhatott.